Kilépés hullámtól és fegyelmi vizsgálatoktól hangos hetek óta az LMP belső válságát éli a párt. Az Egyenes beszéd kontrában Szél Bernadettet, Rónai Egon mellett Csuha Ildikó és Szerető Szabolcs kérdezi. Köszöntöm Önöket és köszöntöm a kedves vendégeket. Szél Bernadett lesz az, akit faggatunk a következő, hát olyan majdnem 25 percben, Csuha Ildikóval és Szerető Szabolcsal. Én kerestem a hírt pár perccel ezelőttig, de az adásunk időpontjáig nem láttam, hogy lemondott volna az LMP vezetéséről annak fényében, amit itt megtudtunk, ami nyilvánosságra került az elmúlt 24 órában. Nem is sokan tervezi? Dolgoznak rajta, hogy lemondjak, de az a helyzet, hogy a pártom ugye újra választott, és én nem tervezek semmilyen lemondást. Bár elhiszem, hogy sokan örömmel fogadnák az ellendrukkerek táborában, ha már így a VB idején vagyunk. Smuk Erzsébet ellen pártvizsgálat indult azért, mert kirobbant, hogy az LMP kampányfőnökeként Schmidt Máriával egyeztetett, aki gyakorlatilag a Fidesz-szel lehet azonosítani. Ez nem igaz. A kampány alatt. Ez nem igaz. Tehát semmilyen fegyelmi nem indult el, de mondtam is a többieknek, hogy ha valaki, ugye nálunk bárki ellen fegyelmit indíthat, mert ez a dolgok rendje egy bázisdemokratikus pártban. Mondtam, hogy ha elindítanak az Erzsi ellen egy fegyelmit, akkor ragaszkodom hozzá, és Schmidt Máriát is hívják meg tanuként, ugyanis az úgy van, a dolgok rendje az úgy kívánja. Akkor a sofőr az valami konspirációs eljárásnak a részese volt, hiszen ugye a Smuk Erzsébet sofőrje állította ezt a hírek szerint, hogy ő hallotta, hogy beszéltek egymással. Az LMP körül most már olyan pletykagyár van, hogy nekem is nehéz a szálakat így kibogozni, de egy biztos, hogy ennek az egész cikknek az üzenete ez az volt, hogy kvázi, mintha az LMP egy ilyen Fidesz uralma alatt lett volna a kampány alatt, ez nem így volt. Tehát erről szó nincs. Az ön társelnöke éppen a kollégámnak, Egonnak a műsorában ennél az asztalnál mondott egy olyat a választások előtt, ami aztán az egész sajtót körül rohanta. Azt mondta Hadházi Ákos itt, hogy a LMP-ben is vannak téglák, fideszesek, és fideszesek irányítják a kampányt, de jobban emlékszel erre. Hát ennél kicsit rosszabb volt a helyzet, mert Ákos azt mondta, hogy az LMP frakcióban vannak ilyen küldöttek. Nem, akkor nem a frakcióról beszéltünk, utóbb a frakcióról beszéltünk a választás után. És a lényeg az, hogy utána mondta, hogy szerintem ilyet nem mondott, hogy a frakcióban lennének. Azt mondta, hogy a pártban vannak. Ez mindig is egy véleménykülönbség volt köztünk az Ákossal, és szerintem ez így is fog már maradni. Ő nagyon sok Fidesz küldöttet lát, de ha jól értelmezem, ő úgy értelmezi ezt a Fidesz küldöttet, hogy olyan emberek, akik nem akarnak összefogást vagy együttműködést, azok a Fidesz malmára hajtják a vizet. Na most én azt tudom mondani, hogy most már nagyon sokszor kipróbáltuk az együttműködésnek különböző formáit. Én világosan látom, hogy melyik az a három párt, amelyik szavazószámot tudott növelni, nagyon szudar körülmények között kampányolva. Az LMP kampánya is egészen jól ment addig, amíg nem kellett folyamatosan az összefogásról, együttműködésről, koordinációról beszélni. Szerintem egy a lényeg, hogy végre a témáról legyen szó, ami a választók. Na várjál egy kicsit, mert nagyon tovább menne, azért ezt tisztázzuk, ezt a Smuk Erzsébettel kapcsolatos híresztelést, akkor ezek szerint ez híresztelés. Ön biztos benne, hogy sem ő, sem más nem egyeztetett sem Schmidt Máriával, sem mással a Fideszből a kampány alatt? Én abban teljesen biztos vagyok, hogy koordinációról való egyeztetés az országos elnökség házatáján történt. És nem a koordinációról, bármiről. Semmi, a kampány témájáról, irányáról, a helyszíneiről, bármiről, én nem tudom. Hát én most mit mondjak erre? Abban biztos vagyok, hogy hát eléggé döntő pozícióban voltam a kampányban, nagyon sok döntést hoztam, ugye kampányfőnökkel és a kampányfőnök helyettesre is folyamatosan együtt dolgoztam, semmiféle fideszes behatás nem volt. Ön mikor beszélt utoljára Schmidt Máriával? Fogalmam sincs, hogy mikor beszéltem Schmidt Máriával és utoljára. És Smuk Erzsébettel? De Smuk Erzsébettel sokat beszélek, őre emlékszem. És ő beszéltem. Mit mond ugyanerre a történetre, erre a vádra? Nem egyeztettünk senkivel a Fidesz részéről, koordinációról, de ez abszurd is lenne egyébként, hát elég rövid egyeztetés lenne, mert ugye Smuk Erzsébet pont azért van fegyelmi eljárás alatt, mert ő is részt vett a koordináció. Előbb azt mondta, hogy nincs fegyelmi eljárás alatt. Hát ugye én is az alatt vagyok, elnézést, tehát meg Ungár Péter is, mert hogy mi ugye az eljárásokat maradéktalanul nem tudtuk betartani a fegyelmét beadó személyek szerint, ezért nekünk ezt el kell magyaráznunk, hogy pontosan mi történt a kampányban. Ez is egy félreértés, tehát nem a koordináció ténye miatt van bárki fegyelmi alatt az LMP-ben, hanem eljárásokat nem tudtunk betartani. Egyesek szerint, mások szerint pedig. És akkor Smuk Erzsébet is az együttműködések kialakulása miatt van fegyelmi eljárás alatt? Nem, itt egy nagyon egyszerű dolog van. Tehát itt a helyzet az nagyon egyszerű. Ugye a kampány során is többször találkoztunk, ön is kérdezte tőlem, hogy ki döntött ezekről a bizonyos visszalépésekről. A helyzet az, hogy az országos elnökségnek kellett volna dönteni erről a kérdésről, viszont a titkár nem hozott létre egy olyan helyzetet, amiben ezek a döntések megszülethettek volna. És magam részéről azt tudom mondani, hogy ha ez megtörtént volna, akkor az OPT vélem gyorsan jóvá tudta volna hagyni, vagy véleményt alkothatott volna. Azonban a kampány olyan gyorsan ment, hogy
meg volt politikai akarat is, amelyik ezzel ellenszegült, hogy így fogalmazzak, hogy nem tudtunk minden eljárásrendet maradéktól betartani. De ez nem politikai kérdés, hanem eljárási kérdés a részemről. Én azt tudom mondani, hogy egy olyan alapszabályra van szükség, amely kampányban nem hagy cserben minket. Magyarul életszerű helyzeteket tudunk életszerűen végrehajtani. De ez alapszabály kérdés lenne? Tehát ez tényleg ez a rengeteg fegyelmi eljárás, tehát követni sem tudjuk. Tehát most nem derült ki. Én is nehezen megmondom őszintén, azt tudom, hogy az enyém még nem fejeződött be. Hogy Munkerzsébet ellen, ugye ő mint kampányfőnök ténykedett, ő ellene, most mi az alapja a fegyelmi eljárásnak? Bocsánat. Ennek a sofőr által igazolt, vagy nem igazolt, nem létező, telefonbeszélgetés. Tehát a Magyar Narancsnak a cikke alapján nem fogunk fegyelmiket beadni egymásnak, főleg úgy, hogyha megnézik ezt a cikket, rögtön kiderül, hogy nem tudom, fél tucat ember nyilatkozott állítólag, de forrás nincsen, tehát még engem se hívtak föl, hogy mi a véleményem. A magam részéről azt tudom mondani, hogy komolyan vehető ember, az vállalja a nevét, hogy ilyen jelentéseket tesz. Ungár Péter egy videófelvételen beismeri, ott ül ön is mellette, tehát ez nyilván nem egy újdonság, hogy teljesen tudatosan és előre kitalált módon becsapta azt az embert, akit felkértek kampánytanácsadójuknak, és úgy írt alá egy dokumentumot, hogy tudatában volt annak, hogy azt a dokumentumot ő nem írhatja alá, sőt, még azt is mondja ebben a videóban, ez majd egy bírósági tárgyaláson még jól jön a pártnak. És ugye azóta hát van egy jönni. Vita a Ron Werber és az LMP között az elszámolással, hogy kifizette az LMP végül is Ron Werbert, mi történt itt, és ezeként ez a mondata Ungár Péternek azért arra is utal, mintha már amikor megállapodtak volna, vagy keresték egymással a kapcsolat, akkor is, mintha nem lett volna meg a bizalom valamiért teljes mértékben Ron két dolog van. Igen, köszönöm a kérdéseket, akkor két dolgot rögtön szét tudunk szálazni. Ugye úgy indult a történet Ron Werberrel, hogy pro bono fog nekünk dolgozni, utána felállítottuk a struktúrát, és utána pedig megállapodtunk abban, hogy milyen fizetési feltételek lesznek. Igen, dolgozott volna Ron Werber önöknek? Hát az elején erről volt szó, hogy pro bono. De ez egy teszti időszak lett volna egy ilyen. Én továbbra is tartom azt, hogy miniszterelnök jelöltként nem Ron Werber volt az érdeklődésem fő szempontja, de most tekintve, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, megpróbáltam rekonstruálni az eseményeket. Egy valami biztos. Ungár Péter az országos elnökség döntése értelmében, nyomán és annak biztos tudatában, mert hogy pozitív döntés volt, írta alá ezt a szerződést. De hát ő nem írhatta alá az a fajta, de aláírhatta, ugyanis akkor, hogy akkor álkezességről, vagy nem tudom, jogászok hogy hívják ezt, ott a cikkben boncolgatják is, akkor lenne képviselő, ez a szó, igen. Álképviselő akkor lenne, hogyha a párt nem vállalná felelősséget azért, hogy ez a szerződés az övé. Viszont az LMP mindig mondta, hogy igen, mi Ron Werberrel akarunk dolgozni a kampányban. Ron Werber viszont gyorsan szeretett volna a szerződést, ezt érthető az ő részéről. Péter viszont később lett kampányfőnök helyettes, de soha ebből vita nem volt, hogy ez a szerződés az LMP szerződése. Nem is ez a vita tárgya. A tagságuknak szóló, zártnak szánt videóban, hogy ő nem is írhatta alá, és ez milyen jól jön még a pártnak. Én ezzel nem igazán foglalkoztam, tekintve, hogy pontosan tudom, hogy mi a jogi helyzet, ez egy LMP-s szerződés, és az LMP el fogja látni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ezt nem utólag mondják most? Ugyanis, ha ez így marad, hogy Ungár Péter gondolja, akkor ez csalás. De nem, tehát mondom még egyszer, az országos elnökség már szavazott róla, sőt, országos politikai tanács döntése is volt, hogy Ron Werberrel fogunk szerződni, tehát nem akartunk mi kifarcolni ebből. De nem az a kérdés, ugye, hogy önök Ron Werberrel szerződnek-e. Az egy elnökségi vagy politikai döntés volt, ez meg egy jogi aktus, hogy egy szerződést valaki ellen jegyez, és erre mondták ezek a Narancs által megkérdezett jogászok, hogy ez csalás, ha büntetőjogi értelembe veszük. Itt az a kérdés. Ezzel nagyon erősen vitatkozom, tehát semmiféle csalás nincsen. Amennyiben a párt megfelelő testület és képviselői elismerik, hogy ez a szerződés jogos és az LMP szerződése, nincsen szó erről az álképviselő történetről. Akkor a szerződés megvalósul, de ettől még az aláírás maga a jogi aktus, az ugyanúgy törvénytelen, érvénytelen, nem hiszen törvénytelen. Nem volt hozzá joga. Nem törvénytelen, ez az LMP szerződése, a PTK-ban az van, mi is beszéltünk jogásszal, hogy amennyiben a párt ez elismeri, akkor ez rendben van, ennek tudatában intéztük végig a kampányban a munkát, vagy hát intéztük volna végig, csak aztán Ron Werber pont a utolsó legnehezebb időszak előtt ugye távozott, és ebből van a vita, nem abból van az LMP-ben a vita, hogy... most kijelenti azt itt a körünkben, a nagy nyilvánosság előtt, igen, hogy az ön vagy az elnökség felhatalmazása megelőzte
azt, hogy Ungár Péter aláírja ezt a papírt. Ennél erősebb felhatalmazása is volt, országos politikai tanács döntése nyomán, és ez egy januári szerződés, ott valamit még a dátumokkal is kavarnak. Én a magam részéről azt tudom mondani, hogy nem ez a vita tárgya Romberberrel, hogy kiírta le a szerződést, hanem az, hogy nekem a sikerdíj. Ebben a kampányban maximum Orbán Viktornak volt sikere, hát az, hogy sikerdíjt kér, úgy, hogy otthagy minket a kampány legnehezebb időszakában is, mert ugye előtte is voltak problémák, hiszen mondtam, hogy nem lepődtem meg azon, hogy ő távozott a kampányból. Ez szerintem probléma. De bármennyi pénzt kapott önöktől? Nyilván jogi, hanem az alapdíjat. Jogi ügy van, én azzal nem fog, most itt ezt nem szeretném lejátszani, ezt a tárgyalást, már csak azért sem, mert tényleg úgy néz ki, hogy ezt jogi úton fogjuk befejezni. Én azt remélem, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben én a sikerdíjat vitatom. Tehát azt a részét a történetnek azt vitatom. Nekem semmi bajom nincsen Ungár Péterrel, de tényleg, tehát abszolút nem személyes a kérdés. Nincs egy kicsit sok baj Ungár Péter politikussal az LMP házatáján? Szerintem itt egy teljesen jól felépített támadási rendszerről van szó, ugyanis világosan látszik, hogy valaki rendszeresen szivárogtat az LMP-ről. Az például az az ülés, amit önök is láthattak, vagy az egész világ láthatott, az egy ilyen belső, nem tudom, rehabilitációs fórum volt, ahol összejöttünk pártagok, a kampányban vezető szerepet betöltő emberek, és beszélgettünk egymással. Olyan dolgokról, amiket megéltünk, amik történtek. Na most nekünk van egy jelentős vidéki tagságunk, ezért streameltük ezt, próbáltuk biztosítani. Hát ezek szerint valaki úgy gondolta. Valaki úgy gondolta, hogy ezzel visszaél ezzel a felvétellel, és megpróbál az LMP-nek ártani. De nem ezek az ügyek ártanak igazából? Az árt, hogy ezt megtudja a nyilvánosság? Nézze meg azt a cikket, hát én igazán nem szeretnék semmilyen újságírót, meg semmilyen sajtóorganumot megsérteni. De hogy rólam is miket írnak benne. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez egy kreált támadás. Világosan látszik, hogy három hónappal vagyunk a választások után. Az LMP most költségvetési időszakban van ugye a magyar parlamentben, 250 módosítót beadtunk, de abból 150 olyan helyi módosító, amiben helyi közösségekkel, emberekkel vettük fel a kapcsolatot, építjük a pártot, próbálunk ebből az országból, tehát ebből az egész helyzetből tovább menni, hogy önkormányzati meg EP választások jönnek. Tehát valakinek vagy valakiknek ez a szórakozása, hogy az LMP-t támadják. De a hírek arról szólnak, az nem egy támadás, hogy valaki mindig kilép. Nem? Tehát valaki ellen fegyelmi eljárás van, valaki kiraknak. Igen. És hát egy vezető politikus, és hát ide például azért a Hatházi Ákos mégiscsak társelnöke volt az LMP-nek, tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen komoly mély ellentét is van az LMP-n belül, hogyha... Én nem látok komoly mély ellentétet az LMP-n belül továbbra sem. Amit viszont látok az az, hogy ez a választás ez sokak számára egy trauma volt. Egyébként nekem is, hát nyilván különbözőképpen dolgozzuk fel ezeket a traumákat. De börtönbe nem kellett menni, ugye? Egyelőre nem küldtek börtönbe, de dolgozom rajta, hogy feladjam a leckét a Fidesznek, remélem, hogy nem börtönbe fogom végezni, hanem valami sokkal jobb választási eredményünk lesz nagyon hamar. Ugyanis a következő itt a helyzet. Az elmúlt három hónapban én sokkal kevesebbet szerepeltem média nyilvánosságban. Ennek az az oka, és ezt el is ismerem, hogy párton belül van dolgunk. Tehát egy ilyen választások után szerintem mindenkinek önvizsgálatot kell tartania. De nézzék meg, hogy melyek azok a pártok, akik nem abból űznek sportot, hogy a másikat szidják folyamatosan. Ez, amennyire én látom, a Jobbik, az NMP és a Momentum. Gyakorlatilag itt történtek olyan dolgok, amik hát a Jobbik is megtisztul, vagy szétválik, ezt fogalmazza mindenki tetszése szerint. A Momentum is vette egy nagy levegőt. Mi együtt voltunk hármasban az Ökopolis alapítványnak egy rendezvényén, az új pólusról beszéltünk. Tehát próbálunk egy olyan erőteret létrehozni, amelyben Orbánéknak feladjuk a leckét. De az biztos, hogy nekünk nem érdekünk az, hogy folyamatosan napirenden legyenek olyan kérdések, amik úgy csinálnak, vagy olyan látszatot keltenek az LMP-ről, mint hogyha valami stádiumban lévő történet lenne. Hát pont az, hogy önvizsgálatot tartunk, ennek része a fegyelmi eljárás. Én tudom, hogy ez rosszul néz ki kintről, de engem konkrétan megnyugtat. Igen. Nekem, az enyém, az kifejezetten, lehet, hogy most annak azt gondolják, hogy én perverz vagyok, de a helyzet az az, hogy egy párt hivatalos fórumán teljesen őszintén, kamerák nélkül tudok arról beszélni, hogy a kampányban mik akadályoztak a jobb szereplés érdekében, mi az, amit változtatnunk kell, mik történtek, tehát ez jó. De nem kellene mégis átgondolni az LMP-nek a belső működését, mert lehet azt mondani, hogy most a politikai ellenfeleknek, és most itt érdekes módon az ellenzéken belüli politikai ellenfelekről gondolunk, akik ugye mondjuk okkal, vagy alappal, vagy alap nélkül ugye egyfajta bűnbak szerepet szállnak jól láthatóan az LMP-nek, de maga az LMP belső működése is ugye generálja ezeket a híreket, konfliktusokat, hiszen azért más pártoknál is voltak problémák, mondjuk érdekes módon mondjuk a Demokratikus Koalíciónál én ilyen fegyelmi eljárásokról nem hallottam, holott nem gondolnám, hogy a Demokratikus Koalíció mondjuk a választás nyertese lett volna. Én abban nem szeretnék beleszólni, hogy a Demokratikus Koalíció hogyan rendezi a sorait, vagy hogyan értékeli a saját választási szereplését. Egy valamit tudok, hogy itt dacára annak, amit... Tehát
ez egy bonyolult történet volt, ugye kétharmad van, tehát ez egy hatalmas trauma az ellenzéki oldalon. Ez egy nagyon nehéz helyzetet okozott személy szerint nagyon sok ellenzéki politikusnak, nekem is, ugye többen lemondtak, én kérdeztem a pártomtól, mondták, hogy maradjak, és majd megmérettetek a kongresszuson. Szóval itt voltak bonyolult történetek. Emberileg is nehéz volt egyébként, hogy az ember végig dolgozik kőkeményen 7 hónapot, és ez az eredmény ennek a történetnek, hogy az előző 8 évet ne is említsem, amit szintén keményen végig dolgoztam. Talán ezt nem vitatja senki. De hogy a lényeg az, hogy ilyenkor tényleg szembe kell nézni magunkkal, és az NMP-ben ez zajlik. Nem véletlenül nem tartok folyamatosan sajtótájékoztatókat, mert el kell rendezni dolgokat. Szembenézés vagy leszámolósti? Mert mind a kettőt elfogadom, mert úgy látszik mind a kettő. Szembenézés az, hogy ha valaki most nem tart velünk, hát van nyilván olyan kilépés, amit nagyon sajnáltam, ezt önök is könnyen ki tudják találni. Melyik volt az? Hogy melyik, most megfogott. Azzal kapcsolatban nagyon vegyes érzéseim voltak. Andrásról azért nem szeretnék most így beszélni, mert vele a kampányban nem dolgoztam együtt. És ugye 2016-ban ő elhagyta végül is a pozícióját, és azóta én nagyon keveset beszéltem vele. Viszont ugye Ábrahám Júlia is, aki egy kiváló egészségügyi szakértőnk volt, mert nagyon sokat tett, dolgozott a közös programunkon. És ez külső erőt generálnak a többi ellenzéki Ábrahám Júlia úgy elindult a párt legerősebb pozíciójára, amit úgy hívnak, hogy az országos elnökség titkára, és alul maradt ebben a versenyben. Utána Júlia elhagyta a pártot. És én értem, hogy vannak emberi dolgok, hogyha valaki elhagy egy közösséget, utána hogy felszakadnak ezek a különböző sérelmek és problémák. Csak én azt szeretném mondani, hogy ezt... Szóval én megértem emberileg, köszönöm mindenkinek a munkáját, van, ami nekem is nehéz, van, akik nekem is nehéz elengednem, viszont akik maradunk, és azért léptek be hozzánk egyre többen, tehát azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy mondjuk több ezrekről nem tudok beszámolni, mint a Momentum, de elég rendes a beáramlás, és nekem számomra öröm, hogy olyan emberek lépnek be hozzánk, akik azt mondták, hogy ebben a kampányban döbbentek rá csak igazán, hogy ők nem lettek többi a politikusok. Tehát megint a bizonytalan rétegből jönnek be, tehát akik most érezték azt, hogy most már ezt és jönnek, és pártagok lesznek. Előbb említett két pártot, a Momentumot és a Jobbikot, mint lehetséges szövetségest. A Jobbik a kapcsolatosan nem bizonytalanítja el az, ami mostanában, mondjuk az elmúlt egy héten a parlamentben zajlott? Ugye a Nagy Imrével kapcsolatos mondataik, vagy megint a cigány-magyar együttélés egészen minősíthetetlen minősítése. És gondolom az alaptörvény, a 7. alaptörvény módosítás megszavazása is talán ebben a sorban illeszthető, azt hiszem. Én két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Egy biztos, hogy bármifajta szövetségkötés lesz, az egy nagyon alapos döntés lesz az LMP kongresszusán. Tehát ez nem elnökségi döntés lesz, és legfőképpen nem társelnöki. Egy valamit, és a másik, amit tudok, az, hogy változtatni kell dolgokon. És akárhogy is nézzük, itt van egy kétosztatú rendszer. Az egyik az elmúlt 28 évről szól, azokról a pártokról, és azokról a pártszövetségekről, amelyek az elmúlt 28 évet fémjelzik. És vannak újak, akik viszont, akárhogy is nézzük, szavazókat tudtak bevonzani magukhoz. A Jobbik most, ahogy így nézem, egy jelentős megtisztuláson, vagy nevezzük szétválásnak, bárminek, megy keresztül. Szerintem ez egy fontos fegyvertény, nem tudom pontosan, hol lesz ennek a folyamatnak a vége, de a magam részéről azt tudom mondani, hogy mindenképpen változtatni kell a módszereken, ha nem akarjuk Orbán Viktort halálunkig nézegetni ebben az országban miniszterelnökként. Mert ebben a nagy csatazajban eljutott önökhöz például Gyurcsány Ferencnek a felhívása, hogy csináljanak egy ilyen, hát ő a nagy francia forradalom előzményéhez hasonlította a labdaházi gyűléshez egy ilyen alternatív nemzetgyűlést, egy alternatív országgyűlést. Eljutott hozzánk. Igen, és véleményük is van, mert nem hallottuk. Igen, nyilván két okból kifolyólag nem, szóval most azért mosolyogok ennyire magamban, mert Ákos most lehet, hogy meg fog haragudni, de szóval az első hatházi Ákos, akkor még ott volt a frakciülésen, és erről beszéltünk, és ő ezt játékparlamentnek hívta. Tehát én értem, hogy olyan nagy formátumú, Gyurcsány Ferenc nagy formátumú parlamentet szeretne, de hogy van egy parlament, és az úgy néz ki, ahogy. Tehát most nem azon kell gondolkodni, hogy hogyan hozunk létre alternatív parlamentet, meg nem tudom árnyék kormányt, meg nem tudom ilyen alternatív intézményeket, hanem jönnek az önkormányzati választások, meg az EP választások. És hogyan tud a szükséges önvizsgálat után, amit hangsúlyozok, hogy mi az LMP-ben csinálunk. Szóval hogyan tudunk egy olyan helyzetet létrehozni, amelyben, hát Orbán Viktor ugye emlékszik 2006-ra nyilván, az önkormányzati választások az beugró tud lenni egy sikeres országgyűlési választásokba. Nagyon nem mindegy, hogy mi fog most történni, vagy tavasszal. De azelőtt volt egy őszödi beszéd, nem?
Igen, de hogy világos, de mielőtt Orbán Viktor is, törést meg hát, a Fidesz elérte az önkormányzati választásokon. Azért reménykedhetünk most is egy összedi beszédben. Szóval Orbán Viktorban most már maximálisan benne van az, hogy szóval Siffer Andrással egy dologban egyetértek, ő nyilatkozta a mostani nyilatkozatai közül, hogy a Fidesz gyöngébb, mint ami ennek kinéz. Talán volt egy ilyen interjú vele, és szerintem fején találta a szöget, mert hogy egy centralizált rendszerről van szó, amelyik abszolút egy emberre épít, és az ő hatalmi konstrukciója. Tudom, hogy ez nagyon hurra optimistán hangzik itt a harmadik kétharmad után, de az biztos, hogy nem veszíthetjük el a hitünket abban, hogy csinálni kell a dolgokat, viszont, és ezt tudom erre a kezdeményezésre mondani, nem megsértve senkit, hogy helyén kell kezelni most a dolgokat. Nálunk az LMP-ben most kifejezetten a helyi ügyek és a közösségépítés, a vidéki szervezeteinknek a felépítése történik, készülünk az önkormányzati kampányra, miközben vonjuk le az országgyűlési kampánynak a sok-sok tanulságát és sok-sok tanulnivalóját. Hát azért az LMP említette, hogy itt vannak az elmúlt 28 évnek a pártjai, és vannak a fiatalabb pártok, azért az LMP mögött is most már egy olyan jó 10 éves történet van. Ugye 2010, amikor az LMP bejutott, az kétségkívül egy siker volt, hogy bejutott a parlamentbe, ahhoz képest viszont most ugye említette, hogy több szavazót kaptak, tudták növelni a szavazóik számát, de azért lássuk be, hogy mondjuk szintet nem ugrott az LMP, nagy áttörés nem következett be, és még arra sem volt elég, hogy a Fidesz a kétharmadot ne szerezze meg. Én azt gondolom, hogy nyilván itt lehet a szervezet építésről is beszélni, de talán a választók szempontjából itt valami fajta tartalmi probléma is lehet, és mikor azt mondta, hogy most egy belső önvizsgálat zajlik, azért ennek nyilván kell, hogy legyen egy határideje, hiszen azok a választásokat, amiket említett, az EP választás, önkormányzati választás, azért nincsenek már annyira messze. És kérdés, hogy ez meddig tartott ez az önvizsgálat, és hogy ebből valamifajta tartalmi megújulásnak kell kijönnie, mert amit elmondta azt is, hogy milyen ügyeket képviselnek, és ezeket nyilván képviselték a mostani választás előtt is, de úgy tűnik, hogy ez kevés, tehát valami más mondani valóban kellene előállni. Ilyen vehemensen, jó, köszönöm, nagyon sok minden egyetértek, amit mondott, két dologgal vitatkozok. Az egyik az, hogy az semmiképpen nem lehet az LMP felelőssége, hogy kétharmad lett. Ebben az LMP osztozik az összes többi ellenzéki párttal a felelősségen. A többiek nem szeretnek arról beszélni, hogy az LMP volt az, amelyik a teljes koordinációt országos politikai tanács szinten elfogadta. Sőt, ugye Bauer Tamásnak jelent meg, azt hiszem a HVG-ben, hvg.hu-n egy publicisztikája, amelyben egyébként ő maga is elismeri azt, hogy az LMP nem hibáztatható ilyen módon. Talán saját választókerületét hozta példaként, hogy ott tényleg azok szavaztak az LMP-s jelöltre, akik egyszerűen nem tudták egy DK-s jelöltre leadni a voksukat. Akkor Bauer Tamás. Neki olyan tapasztalatai voltak ott benn, az önök elnökségében, vagy a döntőhozó testületben, hogy ha fel is vetette, hogy vissza kellene lépni, akkor LMP-sek mondták azt, hogy jaj ne, mert a Fidesz bosszút áll, és jön a karaktergyilkosság. Valami ilyesmi, de ilyen nem volt. Tehát a helyzet az, hogy az elnökségen belül, tehát azért azt szeretném leszögezni, hogy itt a koordináció kapcsán nem volt az elnökségen belül egy olyan vita, amiben a Fidesz bosszútól bárki retteget volna. Egy dologról volt, párton belül ez egy megosztó kérdés volt, én azt elismerem. De az, hogy a koordináció megtörtént, az tény. Ez ugye 10 helyen koordinált az LMP. És egyébként az én választókerületem az 269 szavazaton múlott, ami... De én inkább letöröm a nyelvemet, mint hogy elkezdjek más pártokat hibáztatni azért, mert nem jöttek vissza. Tehát egy EP kampányban, vagy az önkormányzati választási kampányban a Fideszhez való viszonyulásuk kérdésében teljesen egységesek lesznek. És... Tehát a Fideszhez való viszonyulásunkban semmi különbség nincs az LMP tagok között. És meg lesz az ellenzéki pártokkal a koordináció. Most bocsánat, visszatérve erre a dologra, tehát én látom, hogy az LMP-re próbálják rásütni ezt a fideszes, meg nem tudom milyen bélyeget, de hogy ez egyszerűen nem igaz. Hát nézzék meg a számokat, pont azokban a kerületekben teljesítettünk jobban, ahol a Fidesz rosszabbul teljesített. Egyszerűen hozunk el szavazókat egy olyan térből, amiből ha nem hozunk el szavazókat, akkor soha nem lesz itt se. Hát erre mondja a többi párt, hogy igazán el akartak volna hozni szavazókat, akkor koordinálnak olyan helyeken, ahol nyerhető volt a közel. Tényleg ne nyissuk ezt most meg ki, annál inkább, mert az időnk lejár. Egy dolgot mondjon el nekem, rengeteget beszélgettünk mi itt a kampány időszakban, mindig úgy beszélt a saját terveiről, majd ha megalakul a szélkormány. A kampányban az ember ezt nem illik, hogy megkérdezem, most már megkérdezem. Volt egy pillanat is, amikor elhitte, hogy lesz szélkormány? Két dolog van. Az egyik az, hogy abszolút hittem abban, hogy Magyarországon tudunk egy korszakváltást csinálni. Ahogy a kampány előre ment, úgy alakult át az, ami ennek ez az új kormány látszott. Tehát volt egy olyan pillanat, ezt nem tudom, egy másik műsorban ültünk, ugye több miniszterelnök jelöltel,
és ott arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen egy olyan kormány fog tudni megalakulni, ahol ellenzéki képviselők, vagy tehát ellenzéki pártok tudják megalapítani, hát egy technikai koalíció, és kírunk majd egy olyan választást, ami demokratikus lesz. De egyébként nem igaz az, hogy végszélkormányról beszéltem, mert hogy nagyjából úgy február tájékán erős LMP-ről kezdtem el beszélni. És ez szerintem egy nagyon fontos pillanat, majdnem azt mondom, hogy nagyon fontos momentum, de ez egy nagyon fontos pillanat, mert hogy itt arról van szó, hogy erős LMP-vel láthatóan tudunk szavazókat behozni egy olyan térből, ahol az emberek apolitikusak és nem foglalkoznak politikából. Tehát azért valami mégiscsak volt a mi kampányunkban, ami arra kapacitálta az embereket, hogy kezdjenek el politikával foglalkozni. Szél Bernadett, köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm Csuha Ildikónak és szerető Szabolcsnak is. Önöknek köszönöm a figyelmet, és számítok rá holnap este is. Viszontlátásra, szép estét. Thank you.